Szekszárd polgármestere és alpolgármestere vállalták a jegyszerűk szerepét a helyi Babics Mihály Kulturális Központban az idősek napja alkalmából szervezett műsor előtt. Nagyon örülünk neki, tetszik, és köszönjük. Kamarás Iván Jászai Mari díjas színművész énekes műsorával lepték meg idén a Szépkorúakat Szekszárdon. A város vezetőinek meghívását több mint 1300-an fogadták el, ezért a produkciót három egymást követő időpontban mutatták be. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondta, a helyi önkormányzatnak kötelessége megünnepelni azokat, akik aktív éveik alatt Szekszárdért dolgoztak. A város ezt nem csak ezzel az alkalommal igyekszik elismerni, hiszen idős barát önkormányzat díjjal rendelkezünk. Mindazok a kezdeményezések, amelyeket közösen a szekszári nyugdíjas klubokkal, időskorú klubokkal elindítottunk az elmúlt években, ezek jó kezdeményezésnek bizonyultak, és ennek köszönhető az, hogy ezt a munkát ezzel a díjjal elismerték, de nem vagyunk elégedettek természetesen, hiszen a következő években ezt szeretnénk még szorosabbra, még jobban együttműködőre átformálni és szorosabbra fűzni. A Szépkorúakat délután Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára is köszöntötte. Ő azt mondta, hogy példaértékűek azok a fejlesztések, amik az idősek érdekében történtek Szekszárdon, például az orvosi rendelők felújítása, vagy a házi orvosi praxisok feltöltése. Úgy látjuk, úgy halljuk, hogy Szekszárdon ez irányban nagyon sok előrelépés történt. Én ehhez csak meggratulálni tudom polgármester urat, azt tudom gondolni, hogy jó kezekben van a város, egészség és egészség szempontjából jó irányba megy, egybeesik azzal, amit képviselünk országos szinten is. Október 1-ét 1991-ben minősítette az idősek világnapjává az ENSZ közgyűlése. Az ünnepnap célja, hogy figyeljünk az idősek problémáira, és segítsük őket a mindennapjaikban.